Még március 16-án rendkívüli ülésen döntött a képviselőtestület a Makó Számít Rád ösztöndi program elfogadásáról. Ez került módosításra hónap végén, melynek értelmében a pályázat kezdetét és minden további határidejét 15 nappal kitolták. A mai napon bizottsági ülés keretében három pályázati felhívás került elfogadásra, mely jövő hétfőtől lép érvénybe. Ekkortól nyújthatják be a szakgimnáziumban és a szakközépiskolában utolsó évfolyamra induló diákok a pályázat. 30 napok áll rendelkezésre. Makóváros önkormányzatának honlapján megtalálhatók azok a dokumentumok, amelyek szükségesek a pályázat benyújtásához. Ezek letölthetőek. Egy űrlapot kell tulajdonképpen kitölteniük a diákoknak, és ezekkel benyújtásra kerülnie Makóváros önkormányzatának földszint 23-as irodai épületébe. Négy nyilvános és két zárt előterjesztésre került sor ma délelőtt a város képviselőtestületének rendkívüli ülésén. Először szociális tízifa tulajdonba adásának kérelmezéséről döntöttek, mely során az önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit ZRT által meghirdetett 6 különálló tízifa csomagra nyújtott be igényt. Ezután a Hódmezővásárhelyi Tankereti Központ infrastrukturális fejlesztés célzó pályázatainak tulajdonosi hozzájárulása következett. Egyrészt a Makói Általános Iskola almási tagintézménye, másrészt pedig a Makói József Attila Gimnázium vonatkozásában. Az almási tagintézményt illetően egy 1,4 milliárd forintos tervezett beruházásról van szó, amelynek kapcsán egy új iskolaépülettel is bővülne az oktatási intézmény. Ezen kívül az oktatást elősegítendő különböző oktatási eszközök kerülnének beszerzésre a jövőben. Ezen kívül a gimnáziumot érintően pedig egy újabb 150 millió forintos beruházási csomagra pályázna a tankerület. Marosvári Attila képviselő támogatása mellett több javaslatot is tett a pályázatok kapcsán. Kiemelte, hogy az almás iskola esetén fontos lenne a meglévő létesítmény helyére építeni az újat, míg a gimnázium esetén nyilászáró cserével egészítenék ki a tervezetet. Én arra kérem tiszteletel jegyző urat, hogy az elhangzottak alapján írásban jelezzük a tankerület vezetője felé ezeket a javaslatokat, és természetesen abban az esetben, hogyha a pályázat indikátoraival, illetve magával a pályázati határösszeggel ez releváns, akkor abban az esetben ezt vegyék figyelembe. Ezután a képviselők módosítás nélkül egyhangúan elfogadták a határozatot. A grémium továbbá megszavazta a TAOS forrásból épülő Makói Kézilabda Klub új tornacsarnokával kapcsolatos jelzálók jogbejegyzését is. A testület végül döntött a Szerecsen utcai telekpályázatról, illetve önkormányzati lakás biztosításáról közfeladatot ellátó szakember elhelyezésére.